A terrorháborúk után a világ kormányai összeomlottak. Vállalatok vették át a hatalmat, és marakodni kezdtek a romokon. A 8 megmaradt cég felosztotta egymás közt a világot. Ezek együttesen a Vasököl néven váltak ismertté. Az amerikai területeket a leghatalmasabb társaság kapta. A Tekken. Egyszer egy évben rendeznek egy bajnokságot, melynek alapszabálya gyilkolj vagy halj meg. Tekken City falain kívül van egy felégetett nyomortelep, a gettó. Itt kezdődött minden. Tekken. 5 nappal korábban. Magyar hangok. Simonyi Balázs. Szorcsik Viki. Melis Gábor. Csesztát Szabolcs. Hegedűs Miklós. Harmat Imre. Barabás Kis Zoltán. Vadász Bea, Törtei Tünde. Tokai Csaba, Egyedi Móni. Kisfalusi Lehel, Kapácsi Miklós. Juhász György, Varga Rókus, Petridis Krisztusz. Gettó 197-742 C7-443-as szektor. Nyisd már ki! Mondtam, hogy az oldalbejáratot használt. Kopogtam! Senki sem nyitott ajtót, nem hallotok semmit sem ebben a zajban. Hey, ez az igazi zene, nem az a céges szar, amit a városban hallani. A múlt héten melyik együttest nyomadtad? A Beatlist? A Beatlist?
Látod már, miről beszélek? A művészet halott. Sehol egy kreatív gondolat. Mi történt veled? Ez semmi. Egyedül te jutsz át a dzsungulon. Nem tudom, hogy csinálod. Csak motivált vagyok. Jean, tudod, mi vagy te? Egy hívő vagy. Csak még nem tudsz róla. Nem csatlakozom, Bonner. Ne vár, haver! Ha jól kevered a kártyát egy nap, ez mind a tiéd lehet. Ó. Finchi, 20 000 giga. Ezzel már durván repeszthetünk. Minek? Titkos internet. Új mozgalom. A Tekken állta mögött. Kár volt kérdeznem. Régen volt szabad piac, igazságszolgáltatás, most minden a Tekkené. Előbb perkálj, aztán dumálj, jó? Ez apró a tiéd. Hát ez meg mi? Azt mondtad globál dollár. Sok mindent mondok, piás. Azt mondtad globál dollár. Ó. Így már jobb? Sokkal jobb. Na és mikor kell újabb fuvar? Győzöm sincs. Jön a vasököl, úgyhogy a katonák is bekeményítenek. Kösz, hogy szólsz. Jean, ne parázz! Tanulj meg, lazi! A világon minden terület erre koncentrál majd. Becsület, fegyelem által. Béke. Tisztesség által. Íme a célok, melyeket minden évben magunk elé tűzünk a vasököl viadalon. Mi, a 4 éve veretlen bajnokok, büszkék vagyunk, hogy idén mi lehettünk a házi gazdák Tekken Cityben. Erő a rend által. Ez maga Tekken. Köszönjük, hogy meghallgatták adásunkat. Már csak 2 nap van hátra a vasököl viadal indulására. Így van, csupán 2 napunk maradt, és visszatérünk a kezdeteket ide, Tekken Cityben. Hogy alakul a vasököl viadal? Á, korai megmondani. Amikor az egyik tavalyi középdöntő, Marcel Lau nem került be a kezdőkörbe. Itt bárki számára elérhetővé vált ez a Joker. És hogy áll a számára? Elérted a 350-et. Nincs hitel. Könnyen meg lehet, hogy ez felborítja az egész menetrendet. Na és most? Ezért vagy te a kedvenc vendégem. Majd jövök. Kíváncsian várjuk az Szevasz. Első küzdelmek eredményeit. Szevasz! Van nálad valami érdekes? Amin van, az mindig érdekes lehet valakinek. Vágod, ugye? Kávéd van. Kávé. Igen, kávé. Egy 100-as egy uncia. És? Hé, öreg, ez nem az a fagyasztva szárított instant szarság, ugye érted? Tudod, mit hívtak kolumbiainak? Ez volt az, drágám. Ez a létező legjobb vagyok. Jó. És kérek egy narancsot is. Meg egy szelet csokit. Na, látom, virágzik az üzlet. 200 tekkeni lesz. Van egy globál 100-asom. Az is megteszi. Öröm veled üzletelni. Mindig. Hé, hey, Jean! Rég láttalak, öreg. Dolgom volt. Gondolkoztál már az ajánlatunkon? Nem. Bocs. Hé, hey, várj egy kicsit, haver. Kemény arc vagy. Azelőtt láttalak utcai harcban. Kellett a pénz. Ez pedig jó ügyért van. Hayachi Mishima és a Tekken Gestapo rabszolgának néz minket. Megvan a saját életem, saját gondjaim. Mondtam, haver, ez a seggfej csak időpocsékolás, nem? Ez is csak egy görény, aki inkább meghal a gettóban, mint hogy a sarkára álljon. Hé, hey, hallottad? Minden készen áll? A harcosok már elindultak az anyavállalatoktól. Jó. Te veszed át a tekkeni katonák vezetését a bajnokság ideje alatt. Ó, apám, megtisztelsz. Szigorítsd a biztonságot a gettóban és mindenütt. Több járőrt küldök, hogy kiszúrják a vállalat ellenes lázadókat. A legkisebb törvényszegése toleráljuk. Bocsáss meg.
De nekem kellett volna beszélnem. Átadhattad volna a stafétát a fiadnak. Én döntöm el, mikor vagy kész. Készen állok. Évek óta. A te dolgod a biztonság fenntartása. Ne okozz nekem csalódást. Kijárási tilalom 5 perc múlva kezdetében. Érjenek vissza otthonaikba. Ismerős mozdulatok. Remélem. A legjobb tanítványom voltál. Az egyetlen tanítványod, anya. Éhes vagy? Kiporcióztam a fehérje adagodat. Kérsz egy narancsot? Nagyon vicces. Úgy tudom, nagyon hiányzik. Ez egy vagyonba kerülhetett. Telik rá, jól ment az üzlet. Jane, ha az ellenállásnak csempészel, abba belehalsz. Akkor benevezek a vasörkörre. Jó kis pénzt kapnánk. Semmi közöd nem lehet a Tekkenhez, világos? Nem hagyom, hogy kárba vesszen a tehetséget. Nem vesznek kárba. Az is pénz. Mit számít az egész? Kit érdekel, honnan van a pénz? Engem. Én nem erre képeztelek ki. Akkor mi a fenére képeztél ki? Azt hiszed, hogy az élet a fal túlsó oldalán majd boldogságot hoz? Hidd el, hogy nem. Helyben vagyunk. Azért volt világégés, mert az emberek többet akartak. És ez jobb? Porciózni a fehérje kockákat? Apa ilyen életet szánt volna nekünk. Elég. Miért nem beszélsz róla soha? Mert az apád halott. Mást nem kell tudnod. Jól van, felejtsd el. Már itt se vagyok. Kijárási tilalom van, a katonák lelőnek. Azok bármikor lelőhetnek. Megparancsolom, hogy maradj itthon! Jean! Na hát, Kara! Gyere ide! Hol kószáltál? Merre arra. Ez meg mi? Csoki. Ez most komoly? Úgy élvezed, mint engem. Felcsatlakoztál? Még nem. Hátra van az utolsó tűzfal. 60 másodpercre benyomulunk a Tekken videó hálózatába. A műsort megszakítjuk, itt az igazság pillanata. Nem értjük, hogy maradtál életben. Mázlista vagyok. Most leszel csak igazán. Nem volt könnyű lenyomozni titeket, mivel nem a Tekken hardverét használtátok. Vagy talán mégis. Ez viszont egy amerikai klasszikus. A forradalmatok nem kerül televízióba. Külön kell várnunk. Nem lesz baj. Honnan otokó? Mit akar? Annáta no gitteru kodoba wakarimasen! Lázadókat észleltünk a 9-es szektorban. Égessétek fel. Úgy, ahogy van. De uram, a mi embereink is ott vannak. Nem érdekel! Pusztuljanak! Szerigodó szemszre! Honnan ott akkor mindenki? Csíksó! Tudunk látni!
Semmi között nem lehet a Tekkenhez, világos? Nem hagyom, hogy kárba vesszen a tehetséget. Volna lennem. Azt kérte, hogy maradjak. Nem tehetsz róla. Haihachi Mishima ölte meg. Tudom, mit érzel. Apámat is egy rajtaütésen ölték meg. És tett érte bárki bármit is? Senki! Mikor tett érte bárki bármit? Semmikor! Megfizet azért, amit tett. Bejutott már valaki a versenybe válogatáson keresztül? Nem, a Vasököl tradíció szerint Haihachi Mishima kezdte az egészet még annak idején, és a mai napig az ő felelősség. További hírom, Várhád Muecsami a közép-keleti régió terrorista vezető. Akik a válogatásra jöttek, kérem, váradjanak a jól van, hölgyeim és uraim, figyelem! Ki lesz a következő kiválasztott? És ki lesz a következő Vasököl bajnok? Hey! Ki képes megnyerni ezt a szarságot? Az ilyen húsdaráló csak arra jó, hogy felbrizkálja a tömeget! Pofa be! Ne próbálkozz! Közeleg az északi szél. Úgyhogy gondolom olaj kell, hogy a kölykeitek ne fagyjanak meg. Van nálam 100 globál dollár. Vagyis egy 100-as kap az az ember, aki kibír egy menetet Marshall Lao ellen. Csak egyet. Marshall simán lezúzza a fejeteket. Kivéve a tiédet, haver. Befelé. Mi hívta? Láttátok? Utoljára. Jöttök? Sejtettem. Várj! Feliratkozom. Vedd be, öreg! Jó. Írd alá. A táska marad. Jó szórakozást. Halára van itt éve! Hé, velem vannak. Uraim, amint tudják, ez egy képességfelmérés. 3 percig tart, úgyhogy tegyék szórakoztatóvá. Hé, nagyfiú, te vagy az első. Betújtál. Jól vagyok. Na, én megyek. Te meg hová mész? Elegem van. Beszari! Hé! Most ő jön, be a ketrecbe! Gyerünk! Befelé! Vasököl, válogatás. Nézzétek, az ott nem Jean. Emberek, az ott Jean. Emlékeznek a tavalyi bajnokságra, ahol Lóha az ott másodperc alatt kiütötte a szerencsétlen vírus. A bajnokságra készül. Az utamban vagy. Tanulhatnál egy kis tiszteletet. Bárhogy is nézzük, ebben a fiúban nincs meg az, ami más halló legyőzéséhez kell. Ebbe beladjunk. Volt.
mondjuk lehet esély. Nagy meglepetés volt, az már igaz. Mert fáj az... Példátlan, hogy Marshall Laut megverje egy amatőr. Nőtt a nézettség. A nézők imádják. Az utcát képviseli. Lássuk hát, mit tanult onnan. Emberek, helyet kérünk, mozgás! Gyere! El az útból, mozgás! Helyet kérünk! Mi a neve? Jim. Jim? Tudod, mit tettél, Jim? Megvertél egy tekkenharcost. Hé! Hey. A gettóból jöttél, ugye? Igen. És ki volt a tanárod? Az anyám. Az anyád. Az kizárt. Meghalt. Hé! Hey. Csak annyit nyertél, hogy részt vehetsz a versenyen. Az összes többi harcosnak vannak szponzorai. Rajtad kívül mindenkinek intézik a regisztrációt, a papírmunkát, az edzést, mindenre figyelnek. Gondom lesz rend. Mennyiért vállalod? Mondjuk 30%-ért. Csak 10-et kapsz. Határozott vagy. De nem. 20%. És annyi. Rendben. Okos döntő. Gyerünk! Hé, nem kell becsomagolnod, ugye? Sejtettem, na gyere! Ismerős mozdulatok. Remélem, a legjobb tanítványom voltál. Semmi közöd nem lehet a Tekkenhez, világos? Azért volt világégés, mert az emberek egyre többet akartak. A Tekken az emberek mohóságára épült. Szia! Mire vár az a vén ember? A fia van. Az örököse. Tekken az enyém lehetne, már is. Kazuya! Apám. Nem vettelek észre. Miért torbézolsz? Leszámoltunk jó néhány lázadóval. Gondoltam, megérdemlem, hogy lazítsak. A vasöklöt kéne előkészíteni. Hiszen már mindent elintéztem. Ezerszer elmondtam, és még mindig nem fogtad fel. Ha megnyerjük a versenyt, az hatalmat és presztízst jelent. Megbecsülést a Mishima névre. Ha itt nyerünk, az egész világon nyerünk. Igen, mondtad.
Maradj a közelemben, oké? Okay? És fogd be a szádat. Hé, hey, ne kutass katonák után. Miért? Ez nem a gettó. Ez a civilizáció barátom. A lehetőségek hazája. Gyerünk. Raven, G-Con. A katonai hírszerzésnek dolgozott, profi fegyverszakértő és gyilkos. Halálos ninjutsu szakértő. Eddie Gordo, a Valencortól. Capoeira mester, alvilági figura. Egy neo-szalvadori csoport vérdíjat tűzött ki a fejére, és nagyon erős, de könnyű semlegesíteni. Sergei Dragunov, szambó harcos. Az egykori orosz hadsereg képezte ki. Egy éve töltött egy szibériai gulágban, mert támogatta a kormány visszaállítását. Anna és Nina Williams, testvérek. Profi bérgyilkosok az Eiderdex-től. Világszerte nagy az érdeklődés irántuk. Mesterei a kopónak és az aikidónak. Christy Montero, Vectrocorp. Több harcművészetben is jártas, a nagyapja tanítványa. Továbbá kellemes látvány. Miguel Rohan, Zipota szakértő. Csupa stílus és stratégia. Ezért a közönség is imádja. Yoshimitsu, katforgatómester. Egy valódi szamuráj harcos. És végül Brian Fury, a kickbox mestere. Fizikai csúcsára ért kempó harcos. És jelenlegi vasökölbajnok. Ez meg mi? Most hülyeskedsz? Ez legendás. Kizárt. Nem veszem fel. Most máshogy működnek a dolgok. Ez itt a vasököl. És a vasökölnél az image az első. Jellegzetes mozdulatokkal. És képzelt, jellegzetes ruházattal. Steve Fox. Ki ez? Sose láttam. Uram, írja alá. Kifuttatja. Ez is csak egy amatőr. 1-0. Valaki imád téged, megkaptad Marshall Lau pecóját. Maradj itt, rögtön jövök. Mi a problémád? Semmi. Nem illik így bámulni. Bocsánat, csak a lábujjaidat csodáltam. Hogy mondod? Tudod, a baguacsangnál nagyon fontos a lábfej helyzete, és ahogy te széttárod az ujjaidat, az lenyűgöző. Ismered a baguát? Egy kicsit. Amúgy te ki vagy? A nevem Jim. Te vagy a kiválasztott. Meglepődtél? Nem sokra tartalak. Ezt akkor se feledd, amikor megnyerem a viadalt. Jól van. Hé, hey Jim, erre. Viszlát az arénában. Élőben jelentkezünk az idei vasököl viadalról, Tekken Cityből. Tegnap történelmet írt egy fiatalember, amikor ismeretlenként betöltötte az egyetlen szabad helyet. A neve Jin. Az ifjú harcosnak kivételesen látványos a stílusa, úgyhogy most megmérkőzhet a világ legnagyobb harcosaival. Nekem bámulod, rögtön szétrúgom a tiéd. A helyedben a harcra koncentrálni. Simon Péro! Megkapod! Hey, G,
Minden rendben? Rosszul vagyok. Lehet, hogy hányni fogsz. Már megtörtént. Az első gettó harcos, aki megnyert a nyílt válogatást! Nyomás! Kim, a kiválasztott! Lenyűgöző volt tegnap. Igen, de meg se közelíti a többiek szintjét. Erről Marshall Law-t kérdezd. Gyenge pillanatában kapta el. Miért félsz ennyire ettől a fiúktól? Nem félek. Csak nem szeretném, ha a cégre szégyent hozna egy amatőr. Egy pöcs, megváltónak képzeli magát. Egoista, túl nagy az önbizalom. És jól küzd. Nagyon jó. Használd ki az egóját, vesd be a gyorsaságodat, fáraszd ki a fazont, oké? Okay? Mozgasd meg! Gyerünk már! Mi van, nem jössz? Ja, és még egy apróság. Ha elkezd sorozni és jobb lábbal rúg, és ő mindig jobb lábbal rúg, a bal térde támadható. Oké? Okay? Kire? Azt hiszem, hogy nem fogunk küzdeni. Be se melegítek! Üsd ki! Gyerünk már! Kezdjünk! Itt várok rá, öreg, gyere! Csipkedd magad! Ez itt a vasököl! Gyerünk! Ez az.
Ennyit a kiválasztottról. Fogd be! Mi a baj Monteiro? A patkány a bőröd alá férkőzött? Lássuk, mi van a te bőröd alatt. Kiborg. Mit mondtál? Hallottad? Sose becsüld alá az ellenfeledet. Figyelj, alkalmazkodj, és minden ütésed a legjobb legyen. Ez az kölyök, állj fel! Összetippet. Ez a munka. Minél többet nyersz, annál többet kaszál. Jó, ez fáj? Mindenhol fáj. Szép befejezés. Szórakoztató. Kár, hogy totál elszállt az agyad. Ugye nem csinál semmi hülyeséget, ha? Tudom, miért vagyok itt. Tényleg? Igen. Helyes, mert nagymáz itt volt odabent. Legközelebb lekaszálod őket, amilyen gyorsan csak tudod. Jó, keményen és fejre üss. Hé, Fox! Vissza a gettóból. Mindenki tudja, hogy Tekken City-ben élek. Hát persze. Hallom, átadja a bölcsességét az új versenyzőnek. Hadd mutassam be, ez itt Jim. Kiválasztott. Igen, gratulálok ehhez a látványos küzdelemhez. Lenyűgözte az apámat. Pedig az nem könnyű. Személyesen köszönné meg Mishima úrnak a lehetőséget. Ha így folytatja, elintézem. Tudja, nagyon ismerős a stílusa. Az apja nem küzdött a viadalon? Nem ismerem az apámat. A gettóban ez nem szokatlan. Küzdjön tovább, edzen tovább, és egy nap a Tekken büszkesége lehet. Sosem fogok ide tartozni. Azt majd meglátjuk. Mi volt ez? Csak végezd a munkádat. A vereség a te döntésed, ahogy a győzelem is. Csak akkor győznek le, ha hagyod. Újra! El kell tűnnöm innen egy kicsit. Ez ellenkezik a szabályokkal. Csak ha rajta kapnak. Válasszon versenyzőt. Hozzáférés titkos orvosi aktához. DNS egyezés 100%-os. Gyere! Jean, a kiválasztott, most léped a klubba!
Emberek, ez már valami! Szia, Jim! Klassz voltál ma! Köszönöm. Három napja még egy banda ki akart nyírni. Ma pedig híresség vagy. Szokj hozzá! Mi történt odafent Rohával? Legyőztem. Csak ennyi történt. Nem csak ennyi, majdnem meg is ölted. Adhatok egy jó tanácsot? A vasaköl nem a gyilkosságról szól, vagy arról, hogy meghalj. Ezért hoztál ide? Csak úgy mondom, ez a viselkedés még bajba sodor. Talán lehetne nagyobb önuralma, mint neked. Hiszen semmit se tudsz rólam. Az amerikai területek mellett nőttél fel. A nagyapád tanított meg verekedni. Amatőr versenyekre vitt, amiket megnyertél. Láttalak a beharangozókban. Azok nem árulják el minden képességem. Szerintem kéne. Bien, nem kell. Lehet, hogy holnap én rúgom szét a hátsót. Remélem. Feküdj le. A fene egye meg! Tudtam. Aggódni kezdtek, mert látták, hogy esélyes lehetsz. Semmi sem változik. Számukra kizárt, hogy valaki a gettóból nyerje meg a viadalt. Lehet, hogy valami máshoz van köze. Ezt hol szerezted? Az anyámé volt. Jun Kazama? Ismertem. Ismerted őt? Együtt voltunk a vasakölben. Az nem lehetséges. Anyád Tekken harcos volt. A legjobb. Azt se tudod, miről beszélsz. Anyád egész lénye. Nagyon egyedi volt. Még a harcmodora is. Miért nem mondott nekem semmit? Miért hazudott nekem? Lehet, hogy csak meg akart védeni. Figyelj rám, Jean. Most sajnos el kell tűnnöd innen. Menj, rejtőzz el. Igaza van. Nem megyek el. Felejtsd el a viadalt. Rohadtul nem érdekel. A vasaköl viadal. Azért jöttem, hogy megöljem Hiehachi Mishimát. Tudjátok, micsoda rémálom ez? Szerintem túl sokat aggódsz. Ne felesej velem. Cserben hagytatok. A fiú életben maradt. Pehünk volt. Többé nem fordul elő. Nem. Sajnos, alábecsültétek őt. És most
Nekem kell takarítanom. Utánatok! Maradj mindig a tévékamerák előtt. Nem próbálkoznak az egész világ előtt. Christy Montero! Lina Pirien! Azt hiszem, ő volt. Ki? Tudod, Williams. Ő volt az egyik bérgyilkos. Jó tudni. Kimaradtál tegnap este? Csípem a barátod. Helyes srác. Bocsi, nem osztozom. 100 000 globál dollár annak, aki megöli azt a kölyköt a gettóból. Miből gondolod, hogy kell a pénzed? A csontokat acélra cserélni nem olcsó mulatság. A karbantartása sem. Nem csoda, hogy áttöröd a falat. Az vagyok, amivé a vállalatok tettek. Ha jól emlékszem, a biológiai beavatkozás tiltva van a viadalon. Szenté, Brian, te félig robot vagy. Egy életre eltilthatnak. Tedd a sorsológépbe. Mit kerestek itt a katonák? Extra biztonság. Tegnap éjjel incidens történt a szállásokon. Olvastam a jelentést. A lázadó erők taktikáztak. Aggodalomra semmi jog. Megoldottam a problémát. Személyesen. Nem történhet semmi ezzel az ifjú harcossal. Hé, hogy érzem? Egész jó. Én a kiválasztó! Hadd nézzem. Ah, francba. Yashimitsu! Hoztam neked valamit. A régi kesztyümet. Régen történt. Egy kicsit viseltes. Add a kezed. Tartsuk biztonságban. Amikor kimész oda, maradj észnél, rendben? Bukjál le, térjél ki, repülj, ha az kell. Csak ne hagyd, hogy Yoshimitsu hozzád érjen. Soha. Kapd el. Klassz. Újra sorsoljuk a kihívót. Mit művelsz? Ez a küzdelem jobban illik egy középdöntőhöz. Nem. Ezt nem teheted. Porondra kell lépniük, azonnal. Megkérdőjelezel, fiam? Nem. Inkább leváltalak. Katonák! Mit műveltek? Vissza! Engem tettél meg a parancsnokuknak. Emlékszel, apám? A katonákat én irányítom. Kazuya! Ezt nem teheted! Már késő. Eleget várakoztam. A Tekken az enyém. Marad az első sorsolás eredménye.
Csúcsot dönt. Az egyetlen dolog, amire a vérnél is jobban vágynak, az a halál. Látod, apám? Tanultam tőle. Yoshimitsu miért kíván? Szinte szétszintálja a fiú! Gyerünk! Legyen már vége! Ebben nincs semmi becsület. Most szemtanúja lehetsz Jin Kazama halálának. Kazama? Fiatalkori botlásaim egyik mellékterméke. Neked van egy fiad? Csak volt egy fiú. Figyelem, riadunk! Törd össze a halál maszkját, és meglátod, hogy nincs ott semmi, amitől félhetnék. Bolond vén ember! Ezt még nagyon megbánod. Vigyétek! Gyerünk! Figyelem, riadom! Ebből elég. Jin, ezt vedd le! Ki kell vinnünk Tekken Cityből. A fasököl harcosai őrizetbe menni! Ami lesz? Szentély, elfogták Mishimát. Ki kell vinnünk innen, gyerünk gyorsan! Erre! Megállni! Ha megmondta, azt lelőlek! Nem tartóztathat le. Vasököl versenyzők vagyunk. Befelé! Kificabondott a vála. Segíts már egy kicsit. Mi a francért nézel rám? Nem segítenél? Segíts már! Gyere, próbálj meg felülni rajta. Háromra. Egy! Három. Kösz. Mi a fenét művel? Apám folyton erőlteti a vasököl viadalt. Én sosem láttam értelmét. Brutális, esztelen játéknak tartottam. De végül megértettem. Az arénában az észlelés hatalom. Miután azt hitték, Jin megölte Yoshimitsut, a nézettség azonnal az egekbe szökött. Ezért döntöttem úgy, hogy aki veszít az összecsapásokban, annak meg kell halnia. Biztosan tudom, hogy szívesen halnának meg az arénában. A vasököl holnap folytatódik! Azt javaslom, hogy most pihenjen.
Most mit tegyünk? Gyilkolj, vagy hallj meg. Van választásunk. Ha nincsenek harcosok, akkor viadal sincsen, és senki nem hal meg. Sorakozó a fal mellett! Kezeket a hátuk mögé! Mondom, kezeket a hátuk mögé! Na, azt leshetem. Rajta, mozgás gyorsan! Zárjátok le! Mésip! Mishima! Nyugodj meg, Jin! Jin Kazama! Tartozik egy élettel, Mishima! Nem tartozom semmivel. Na és milyen érzés bezárva lenni? Indulnunk kellene! Szükségem van a biztonsági kódok. Szabadítson ki! Akkor segítek. A kulcsot! Erre vége. Heihachi is velük van. A munkások kiléptető kapujához tartanak. Gettó, zöld zóna, Tau szektor. Mozgás, gyerünk! Álljunk meg! Okay. Minden rendben? Még életben vagyok. Nagyon fáj. Kajuza ránk küldi a katonákat. Tudok egy menedéket, nem messze innen. Talán bolondnak néztek. De induljunk. Gyerünk! Szedjétek szét a gettót! Keressétek meg a harcosokat! Kapjátok el őket! Gyerünk! Egy percre. Jól ismertem Jun Kazamát. Nagyszerű harcos, a Tekken egyik legjobbja. Anyám távol akar tartani a Tekkentől. Most már tudom miért. Ne az egész Tekkent okolt Kajuza hibáiért. Hibák? Életek mentek tönkre. A Tekken vállalatot azért is hoztam létre, hogy rendet teremtsek a káoszban. Újra teremtsük a világot, parból és hamuból. Mondd ezt azoknak, akik meghalnak. Nap mint nap a gettóban. Megmentettük az emberiséget, visszaállt a rend, a Tekken béke. A Tekken félelem. Az anyám vére, a maga kezén szárad. Megmentettem az anyád életét. Mi a fenéről beszél itt maga? Egyszer az egyik viadal után rátaláltam véresen, megerőszakolták. Én mentettem ki Tekken Cityből. Van egy szadista oldala, amit sose tudtam kordában tartani. Kinek? Kazujának, a fiamnak. Az apádnak. Hazudik! A mai napig a Tekken trónjának csak egy örököse volt. Most már kettő van.
Jönnek! Azt hittettét lemaradok. A Tekken most már az enyém. Sose értetted a Tekken szellemét. Ezért döntöttem úgy, hogy nem helyezem a kezedbe. Pedig már a kezemben van vénember. Nem érted? Számodra ezzel vége van. Most nem mi vagyunk a fontosak, hanem a Mishima név, amit te nem érdemelsz meg. És végül ezért is buksz majd el. Vigyétek el Heihachi Mishimát! Pusztítsatok el mindent. Őt is beleértve. Tekken City lakói, világhírek! Ma este a Vasököl történelmet ír, és önök lesznek a szemtanúi. Versenyzőink többé nem csupán egyszerű dicsőséget harcolnak. Most úgy harcolnak, ahogy nekünk kell harcolnunk, életünk minden egyes napján. Az életükért küzdenek majd, halálukig küzdenek. Sergei Trifonov! És Brian Fury! A Vasököl viadal középcsöpőjének első fordulójában! Oh!
Mi az? Meg se öleled apádat. Jól emlékszem anyádra. Nagyon keményen küzdött. De tényleg, ha tudtam volna, hogy az a ribanc teherbe esett, ott helyben miszlikbe aprítom. Szeretném megölni, ugye? Ez teljesen érthető. De ahhoz, hogy eljuss hozzám, meg kell ölnöd a bajnokot, Brian Furyt. Így működik a vasököl. Szálljon le rólam! Képzeld el, mit tehetek vele, ha nem harcolsz. Harcolni fogsz a világ szem előtt. És a te véreddel szentesítem az örökségemet. Viheted. Ha eljön az ideje, remélem, hogy sikoltozva hal meg. Jól visel magad. Jean, láttam, mit tettél Royával. Engedted, hogy a harag átvegye az irányítást. A harag nem táplálja a harcos lelkét, inkább elfojtja. De előtte láttam valamit. Nemességet láttam benned. Többé nem csupán önmagadért harcolsz, hanem mindannyiunkért. De tényleg bajnok lehetsz. Sok ember élete függ tőle. Ki volt a tanárod? Az anyám. Támadj! Az anyád? Meghalt. Azt hiszed, hogy az élet a fal túlsó oldalán majd boldogságot hoz? Hidd el, hogy nem. Mondtam, haver, ez a seggfej csak időpocsikolás. Ez is csak egy görény, aki inkább meghal a gettóban, mint hogy a sarkára állja. Jean, tudod mi vagy? Te egy hívő vagy. Csak még nem tudsz róla. Szóval te vagy a kiválasztott. Nem tartalak sokra. Apámat is egy rajtaütésen ölték meg. Tettél te valaki bármit is? Senki! Egy nap esélyt kapsz, hogy változtass. Ezért edzelek olyan keményen. Mert egy nap nem csupán kettőnkért küzdesz majd, hanem a világon mindenkiért. Szeretlek, Jane. Következik a döntő! Brian Fury és Jean, a kiválasztott! Mindenki erre a pillanatra vár. Két harcos maradt. Brian Fury és Jean, a kiválasztott! Most már nincs számodra menekvés, kölyök! Nagyszerű dolgokat látunk ettől a fiútól! De vajon kibírja Brian Fury mellett?
Vedd észre! Használd ki! Támadj! Elég! Jelentsetek be a döntőre! Nem! Jean nyert. Ő a bajnok, már nem ölheti meg. Csak figyelj! Japán templom. Most lép be az arénába! A Tekken Corporation becsületéért tartoló! Kazuya Mishima! Meg kéne köszönnöm, hogy idejössz és lehetőséget adsz, hogy átvegyem a Tekkent. Anyád több stílus tanított. Mindegyik nagyon jó. Igen. Hát itt van. A bosszú utáni vágy. Az éjség, hogy ölhess. Mintha tűzhutna az ereidben. Ne is tagadj, Jean, hiszen ettől vagy önmagad. Ez a Mishima vér átka. Az apád, fia vagy. Tekken lakói és világ népe! Bemutatom Jean Kazamát, aki a pasukör bajnoka lett. A nép választotja! A nép bajnoka lett!
Azt hiszem, nem érem meg ezt a napot. Vitathatatlanul ő a legnagyobb bajnok. A piát én állom! Én! Hová akarsz menni? Hozzá kell mennem. Aznap a Mishima ház összeomlott. A nép legyőzte a zsarnokságot. És a Kazama név ezután egyet jelentett a reménnyel, az erővel és a szabadsággal. De a szabadság jön és megy, csak hogy a világnak akkor még fogalma sem volt arról, hogy a Tekken valódi öröksége még csak a kezdet. Magyar szöveg Zalatnai Márta. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ágos. Gyártásvezető Czobor Éva. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A magyar változat a Provideo megbízásából a Laborfilm Szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Júlia.
Heihachi Mishima vagyok. Én vagyok a Tekken. Engedelmeskedj!